Mindenki szeretettel köszöntök. Eukarisztikus kongresszussal készülünk, és kikerülhetetlen előadásokat kell meghallgatni ilyenkor, vagy megtartani az eukarisztiáról. És hát azt gondolom, hogy hát tegnap érsek úr minden evidenciát újra lerögzített, tehát hogy azt gondolom, hogy ezekre most nem is beszélnék. Aztán biblikusan komolyan meglettünk alapozva Török László professzor úrtól, úgyhogy a miséről meg úgyis mindent tudtok. Ezért inkább valami olyan szempontokat kerestem, ami esetleg így túlmutat a egyébként kikezdhetetlen evidenciákon. Ezért adtam ezt a címet. Szoktam provokatív címeket adni, de itt azért nem akart annyira provokatíva. Csak mégis, hogy mi az a szempont, amivel megnézzük az egész misét, hogy tulajdonképpen találkozások vannak benne. Tegnap előtt ilyen papi továbbképzés félék voltak nálunk Esztergomi Egyházmegyében. Az egyik egy ilyen kis csoportos ilyen közösségfejlesztő vezetőképző, a másik pedig a Nagy Egyházmegyei rekollekció 100 pappal, és azt figyeltem meg, hogyha picit nem kicsit kiesünk a szerepünkből, akkor mi papok is úgy megörülünk egymásnak, amikor találkozunk, és hogy tulajdonképpen ezen a kis 12 fős képzésen mondtam, hogy legyen ez a nyitókör, hogy vegyük végig, hogy miért örültünk meg a másiknak a találkozásba, és nagyon-nagyon szép, majdnem másfél óráig mondták, hogy miért örültek, maguk is elcsodálkoztak, hogy nem is gondolták, hogy ennyire sokat ad nekik az, hogy találkozunk mi papok, pláne hát ugye mindig elszigetelten ott egyedül valahol föllépünk, és ritkán látjuk egymást. A találkozás, hogyha azt mondjuk, hogy az eukarisztiában valami nagyon sok rétegű találkozás történik, akkor talán nem járunk messze attól, hogy miért is öröm számunkra az eukarisztia. A találkozás az élet. Biztos mindenki felismerte ezek flamingók, azt hiszem, már össze szoktam keverni az állatokat, de ezeket most idén nyáron láttam én is személyesen. Ez a Po deltája, amit ide hoztam. A Po deltája, ami nagyon gazdag növényvilágban, állatvilágban. Tudjuk azt, hogy a halak is nagyon szeretik, a flamingók pedig a halakat. Tehát, mert az édes víz és a sós víznek a találkozása, az egy ilyen nagyon-nagyon megpezsdíti az életet a biológiának a világában. Találkozás, azt mondjuk, hogy valami élet van benne az édes és a sós vízbe. De hogyha megnézzük azt, hogy az emberek hol alapítanak várost. Hát ott alapítanak várost, ahol van minden hozzá. Mert hogy van valami találkozási pontokon szeretünk alapítani városokat, ahol mondjuk a tengernek a partja van, és van egy kikötő, ahol összeér mondjuk a síkság és a hegyvidék. Nézzük meg, hogy Debrecen meg ezek az Alföldnek a szélén vannak, ahol találkozik a valami más vidékkel, odaépülnek nagy városok, mert nagy városok lehet nagy vásárokat tartani. A vásár is egy ilyen találkozási pont, ahol nagyon sokféle áru, sokféle kereslet, sokféle kínálat össze tud találkozni, és nagy élet van belőle. Én Óbudán ilyen piac lelkész vagyok, ott vagyok közvetlen a piac mellett, úgyhogy Óbudáknak hiába magyarázom, hogy Szent József ház, meg minden. Na, a piac mellett, ja tudom, már ez mindenki tudja, hogy, mert ez egy fontos találkozási pont. Tehát a találkozásban élet van, és ezért szeretjük és örülünk neki. Ugyanakkor, hogyha valahol valamivel nagyon gyakran találkozik mondjuk két anyag, akkor ez a találkozás, ez azt is mondhatjuk, hogy megöl. Például azt mondhatjuk, hogy alapvetően például elhasznál. Ugye a ruhák alján ismerjük azt a szalagot, amit koptatónak nevezünk. A reverend alján is van, én is ott tanultam meg először. Fekete szalag, mert hogy ahol összetalálkozik a padlóval mondjuk a reverend, ami jó hosszú, az a találkozás az nem élteti annyira ezt a két eszközt, hanem elkoptatják egymást, és az a reverendán jobban látszik, hogy elkopik. Ezért koptatót rakunk, hogy régen ugye a könyökvédőket raktak föl az irodisták is, hogy ne kopjon annyira a könyökük. De a küszöbnek megnézzük a sinnyét, vagy megnézzük a házainkat, a kilincsek körül, itt egy ilyen kilincsvédőt raktam föl ide képnek, látjuk, hogyha ahol a kilincs neki ütközik az ajtónak, ezt annyira nem szereti a itáta, vagy a falnak, itt általában a fal nem szokta annyira szeretni,
meg mi nem szeretjük, amikor a gyerekeink csapkodják az ajtót, mert ott ezekből a találkozásokból valami nem annyira mindig jó jön létre. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a találkozás az el is tud használni. És rögtön látjuk azt, hogy idehoztam egy Beáta nővért műsorát előkészítendő, hogy itt van benne a kiégés, ami írt egy remek könyvet a kiégésről. A kiégés tulajdonképpen mit jelent? Van egy találkozás az én személyemben, a hivatásom, a küldetésem, az ügyfeleim, ugye bármilyen módon, tanítványok, kliensek, lelki gondozottak, ne bármilyen módon, ott rajtam keresztül találkoznak, én meg jól elfáradok ebben, elkopok, és végül kiégek, hogyha nem vigyázok, ugye erre a találkozásra, nem rakom fel ezeket a különböző védőket. Aztán a találkozás, amikor az emberekkel találkozunk, ez nagyon jó lehet, mert az emberek nagyon sokfélék, ti is nagyon sokfélék vagytok, hogy elnézem, korosztályokban is szélesek vagyunk, nemileg is legalább kétfélék vagyunk. Életállapotban ugye ki pap, ki apáca, ki pedig normális, tehát hogy mindenféle életállapotban vagyunk benne, tehát hogy mainstreamek. És hogy ez nagyon jó nekünk, ez a színesség, amikor kint tanulhattam Rómában, akkor nagyon jó volt ez, hogy itt a kis magyar egyházi valóságunkból, ahol itten derekasan szomorkodunk, és mondjuk, hogy a múltunk a jövőnk, reményünk pedig Krisztus, ez tényleg ez egy nagy magyar valóságot összefüsvikkel, jobban össze se foglalhatta volna 10 éve, hogy, és akkor ezen elszomorkodunk, és akkor kijelöltem Rómába is, és ott itt atyák bólogatnak, többen tanulhatunk kint Rómába, hogy akkor jönnek a dél-amerikaiak, és rögtön megölelgetnek, és ők azért jöttek ki, mert még 5 új szemináriumot alapítanak az országba, és nincs elég tanár, és jönnek az afrikaiak, és akkor rájövünk arra, hogy hát milyen jó, hogy ilyen színesek vagyunk, és milyen jó, hogy megélénkélhetünk azáltal a sokféleségünkkel, ahogy találkozunk. És ez milyen nagy ajándék nekünk is, és esperesként is dolgozom, az olyan, ez esperes, mint egy ilyen iskolában munkaközösség vezető, hogy így rajta kéri az igazgató számon a naplókat, meg mindenféle tanmeneteket, de hogy egy ilyen izgalmas szervezési feladat, és így próbálom ezt így eladni az atyáknak, hogy igazából, ha nem úgy gondolkodnánk, hogy 12 kis vár tartozik egy ilyen laza szövetségbe, hanem úgy gondolkoznánk mondjuk, mint egy ilyen olyan vállalat, ahol 12 féle hangszerelésben ugyanazt a terméket kinek, és milyen jó, hogy az egyik az ifjúsághoz ért, a másik a betegeket látogatja szívesen, és hogy ez a színességünk, ez nekünk egy értékünk az esperes kerületben, hogyha egybe gondolkozunk. A találkozás az emberek között, tehát azt mondhatjuk, hogy megélénk itt, ugyanitt ugye visszahozom azt, hogy el is használ, ha nagyon sok találkozásunk van, és ugyanakkor ez egy emberek közötti találkozáshoz van egy nagy fontos dolog, amit ott rögtön Rómában megélhettünk, az, hogy jó, hogyha tudunk például közös nyelven beszélni. Mert hogy a közös nyelvet, hogyha nem értjük egymást, akkor azért nehezen jön létre a találkozás. Természetesen a nyelv alatt nem csak a beszélt nyelvet értem, hiszen szoktuk említeni a testbeszédet, a nem verbális kommunikációt, ami, mint ugye most már tudjuk ezt kutatásokból, hogy sokkal fontosabb, mint amit mondunk. Azért mosolygok például. De tényleg, hogy általában, ha egy előadás után megkérdezem, miről beszéltem, azt mondták, hogy szokták mondani, hogy mosolyogtam, és néhány vicces dolog is volt, mert ugye nonverbálisan jönnek át, és érzem meg a dolgok, hogy mit mondok, az tulajdonképpen nem mindegy, de hogy ne azért egy darabot hordozunk csak át, de azért fontos a közös nyelv. Ha valaki volt már külföldön huzamosabb ideig, akár csak egy-két hétig, és megéli azt, hogy a vendéglátóival, hogy nem tud fontosabb dolgokat elmondani neki. Ugye 3 évig éltem Olaszországban, gyóntattam is sokat, ez nagyon gyónóknak jó volt, mert eleinte nem sok keresztkérdést tettem fel, hogy bölcsen bólogattam, hogy hát igen. De hogy aztán az mindig olyan nehéz volt, amikor ott is beszélgettünk másokkal, hogy tulajdonképpen sosem arról beszélek, amit szeretnék, hanem arról beszélek, amihez vannak szavaim.
De ez a realitás. Arról beszélünk, amiről vannak szavaink, és mi ezért fontos, minél több szavunk van, annál közelebb áll az, amiről beszélünk, meg az, amit szeretnénk, ami bennünk van. Tehát fontos a közös nyelvet megtalálni a találkozáshoz, és kérdés az, hogyha nincs közös nyelv, akkor találunk-e tolmácsot? Megtaláljuk-e a közös nyelvnek azokat a kisegítő eszközeit, ami mondjuk egy tolmács, egy fordítás, egy szótár, bármi. Ami ennél is azonban sokkal fontosabb, és még a technikusabb koromban, amikor azt gondoltam, hogy ha vannak jó számítógépes programok, meg vannak jó szótárak, vagy bármi dolgok, akkor kommunikációs eszközök, akkor minden meg lehet. Sokkal jobban látom azt, hogy igazából ugye a legfontosabbok, hogy azok a soft skill-ek, ezt szokták mondani, tehát azok a dolgok, amik rajtunk múlnak, hogy például, hogy szeretjük egymást, akarjuk egymást meghallgatni, szánunk egymásra időt, hogy van-e akarat arra, hogy megértsük egymást, és tulajdonképpen majdnem azt mondjuk, hogy fontosabb a közös nyelvnél a közös akarat, hogy akarjunk egymással valamit csinálni. A találkozáshoz, tehát azt is mondhatjuk, hogy minősége legyen a találkozás, az nem elég, hogy egy időben egy helyen legyünk, az még nem találkozás, az csak egy ilyen együttállás a testünknek, hanem hogy akarjunk is valamit csinálni. Hát vágjunk bele abba, amit ígértünk, a misével kapcsolatban, vagy az eukarisztiával, inkább így mondanám. Három találkozási pontot ígértem, hogy lesz az egyik, az a tér, hiszen a tér az egy nagyon izgalmas találkozási pont. Tegnap érsek úr a beszélő mondta, hogy hát vannak templomok, és akkor nem is biztos, hogy jól érezzük magunkat benne, vagy valahogy. A terek ugyanis olyanok, amiket amikor megcsinálunk, akkor azt gondoljuk, hogy ahogy mi gondolkodunk, azt mindig úgy fognak gondolkodni. Ugye biztos volt már valaki, hogy beköltözött mondjuk egy olyan házba, amit valaki más épített, és valaki más az azt gondolta, hogy majd itt lesz a konyha, itt lesz az étkező, és a kettő között pedig nem lesz fal, mert mi úgysem főzünk olyan büdöset, viszont szeretünk mindig együtt lenni, és akkor jön a következő lakó, gyorsan épít egy falat, mert azt mondja, hogy hát mi folyton minden reggel abáljuk a szalonnát, az most mégsem jó, hogyha egész lakásra büdös van, különben is nem akarunk annyira látni egymást, akkor folyton építjük. Hát a plébániákon is így vagyunk, hogy van egy pap az úgy gondolja, hogy akkor az iroda mellett legyen a saját szobája, a másik meg aztán az iroda, és akkor utána öt épület, és utána meg a saját szobát, mert aztán nem akarja hallani se, hogy jönnek a hívek a plébányra, hogy nem, másik meg mindent is akar hallani. Nem is folyton ezért átépítjük az épületeinket, mert az úgy normális, hogy éppen mi szeretnénk. Ugye a templomokkal picit ugye olyan hosszabb távra tervezzük a templomokat ezért, de ott is megéljük ezt, hogy az a tér az valamiért úgy elkészült. És az is lehet, hogy lebontom a templomot, az is lehet, hogy megértem azt, hogy mit kommunikál az, mit jelentett azoknak, akik ezt megépítették. Hoztam most itt egy ilyen szép spanyol templomot, ahol az oltár valahol ott hátul van. És hogyha ezt úgy érzem, hogy most itt az oltárt azt körül kéne vennünk, és akkor az oltár az egy olyan asztal, ami meg van terítve, és mindnyájan ottan odajutunk, akkor azt mondjuk, hogy ez az elég rossz pálya, tehát hogy olyan messze van, hogy hát itt esélyünk sincsen, tehát nagy szerencsénk van, akkor áldoztatáskor kijönnek. Azonban, amikor ezt építették, akkor sokkal inkább arra gondoltak, hogy az oltár egy olyan találkozási ponttal az ég és a föld összeér, és ez egy olyan szemmel nem látható változás lesz ott benne, és ezt mi is így gondoljuk, hogy az a kenyeret hiába nézett bármilyen közelről az ostját, akkor se látott, hogy ez Krisztus teste lett. Hogy ez egy olyan változás, amit igazából nem nézni kell, meg nem fogni, meg nem közelről érezni, hogy ott most nagyon valami, hanem ezt tudjuk, hogy ott van, a hitünkkel rátekintünk, és sokkal inkább segít bennünket, egy ilyen transzcendentális húzatot ad ez a hosszú templom, ilyen jó felfutás, akkor tudjuk, hogy ott az nagyon szépen ott van, és az egész díszletrendszer erre van fölépítve. Egyház művészeti bizottsággal néhány templomokhoz meglátogatunk, hogy át akar építeni a plébános, és ott egy templom van is Erzsébeten. Nagyon szép, egy nagyon hosszú szentélye van, ki tudja miért lett az úgy, de vizuálisan nagyon szépen vezeti föl a főoltár, az oltár, minden úgy
És akkor valamikor a zsinat után raktak egy szemevésű oltárt, nem sokkal ez elé. És akkor mondtam a plébánosnak, hogy hát ha már mozgatjuk, akkor már rakjuk teljesen előre, mert hogy az egyik koncepcióban az volt, hogy az egészet így nézem, és a végén ott áll a pap, háttal egy szép miserorálon, akinek a háta van gazdagon hímezve és képítve, és az úgy egybe viszi fel a tekintetünket, és tudjuk, hogy ott az Isten előtt ott vannak az imáink, és oda fölmegy. Vagy akkor rakd előre, teljesen ott a padok meg a szentély összeérnek, de ne valahol még mindig 30 méterrel az első padtól, csak kicsit szembe, mert akkor, és azt mondhatjuk, hogy amikor valamikor az valamiért megépül, akkor most lehet ezen változtatni, csak akkor értsük azt, hogy mi most mit szeretnénk, akkor legyünk bátrak és rakjuk egészen előre az oltár, hogy akkor tényleg tudjon úgy kommunikálni. A tér tehát olyan hely, ahol megtörténik ez a találkozás, mert objektívan valahogy megcsinálták, tehát hogy buta ember az, bocsánat, most nem, senki nem, konkrétan nem mondom, ez csak egy ilyen feltétel, hogy buta ember lenne az, aki belép és azt mondja, hogy hát hogy lehet ilyen házat építeni, hogy lehet ilyen templomot építeni. Okos ember azt mondja, hogy értem, hogy miért építették ezt így, tudok hozzá kapcsolódni, vagy azt mondom, hogy értett én, hogy miért értették így, de nekünk ez most annyira idegen, hogy inkább akkor most megváltoztatom úgy, hogy ugyanaz az értelem meglegyen, csak úgy, hogy nekünk ez szóljon, nekünk ez működjék. Tehát azt gondolom, hogy a térben van a találkozáshoz fontos ez, hogy meglegyen bennünk egy idegen vezetőnek a rácsodálkozása, hogy hó, de szép. És el is tudom mondani, hogy miért szép, el is tudom mondani, hogy ez hogy működik, és dönthetünk is úgy, hogy mi máshogy akarjuk használni, természetesen. A tereink, tehát valami ilyesmiek. Itt egy régi, lebombázott német templomnak a régi anyagokból újra rakott oltárát látjuk, nagyon kis kedves, szeretem, azt Aachenben van, és mit is csinál a liturgus térben az oltár, mint legfontosabb dolog? Azt mondjuk, hogy kommunikál. Az oltárnak a definíciója vallástörténetileg az, ahol az áldozatot bemutatják valamilyen módon. Az áldozatot bemutatják. Fontos, hogy nem ahol az áldozatot leölik, tehát az oltár nem mészárszék. Az oltár az a hely, ahol a termésnek a zsengéjét felajánlom, ahol az áldozatnak azokat a nemes szerveit elégetem, amiket az éppen adott vallás éppen olyannak tartott. Tehát mi nem biztos, hogy azokat tartanánk annak, hájat, nem tudom mit. És tehát ahol az áldozat bemutatják, de másik fontos definíció az oltárnak, hogy az találkozási ponttal az ég és a föld összeér. És éppen ezért azt is mondtátok, hogy az oltár az egy nagyon intim tér. Az intim, ugye értsük, bensőséges. Bensőséges valami olyan, ami nem publikus. Ezért van az, hogy a keleti egyházaknál, de még a nyugatiban is egyébként az első évezredben létezik az elfüggönyözés, hogy amikor odaérünk a szentmisében, hogy itt az oltáron ott van az áldozat, már előkészítettük a felajánlási szertartásba, odahelyeztük azt a kis kenyeret, azt a kis bort, amivel meg fog történni az eukarisztia, akkor befüggönyözik, becsukják a ikonosztáznak az ajtaját, mi ugye inkább ezt a bizánci típusú keletiséget ismerjük, de vannak máshol, ahol csak simán egy nagy függönyt behúznak. És igazából, hogyha a római liturgiát megnézzük, ott is a cibóriumokon ezeknek, vagy a baldahinoknak ott vannak a függönyei, és a régészeti rekonstrukciók tudják, hogy ezeken ugyanúgy függöny volt, és ugyanúgy befüggönyözték, amikor a pápa misézett, még hogyha szembe is gondoljuk, befüggönyözték, mert hogy ez egy intim tér, itt nem lehet látni azt a találkozást, ami létben végbe megy. Másik, hogy az oltárok kicsik. Elmegyünk a Szent Péter bazilikába, a Lateráni bazilikába. Az oltár nem nagyobb, mint egy átlagos asztal. Ugye ez a 20. századnak a félreértése a szememisézés, hogy jön egy pápai mise, és akkor kivágnak egy 2000 éves tölgyfát, és az lesz az oltár, mert az oltárnak annak, ami iszonyatosan nagynak kell lenni. Hát nem kell nagynak lenni, mert az Isten és a világ közti találkozás az bármilyen nagy oltárra se fér rá, és bármilyen kicsire is ráfér. Tehát az oltár kommunikál, azt mondja, hogy a kommunikációnak egy központi helye. Mivel is kommunikál? Ugye azt mondjuk, hogy kommunikál Istennel. Talán most kicsit furcsa, amit mondok,
Igazából az egész liturgia, amivel foglalkozunk, liturgia nem jó Istennek. Tehát, hogy amikor azt gondoljuk, hogy a liturgiát azért végezzük, hogy Isten megtiszteljük, és Istennek jobb legyen, akkor teológia gondoljunk bele, Istennek nem lesz jobb attól, hogy szép a liturgia. Hogy a liturgia nem Istennek szól. A liturgiában mi leszünk azok, akik változunk benne. Mi leszünk azok, akik miközben Istent igyekszünk megdicsőíteni, közben megszentelődünk, ezt tanítja az egyház. Tehát Isten dicsőítése, ugye a közös prefáció közül, nem tudom, hanyadik, ugye azt mindig szeretem, az Isten dicsérete, azt mondja, hogy Isten ugyan téged nem tesz nagyobbá az, hogy dicsőítünk téged, nekünk azonban jó téged dicsérünk. Nem szó szerint idézem, de négyes mondja Spirjatya Helyelma. Itt összetesszük a tudásokat itt. A négyes közös prefáció nagyon szépen ezt megfogalmazza. Azért fontos, hogy oltárt nem azért építünk, hogy Istennek jobb legyen, hanem hogy Istennel való találkozás az itt legyen a közelünkbe. Ugye a középkori meg ókori városokban egy kis területen nagyon sok templom van. Hát gondolom, Egerben nem kell ezt magyarázni. De nem azért, mert nem fértek volna be, hát a 200 éve meg 300 éve még kevesebben laktak egy városban, mint most. Nem azért nem fértek be a misére, hanem azért, mert hogy igényelték azt, hogy minél több helyen lakjon közöttünk Isten, ezek a találkozási pontok, ezek legyenek ott minél több helyen. Milyen jó is ez, hogy fontos. Tehát inkább az emberrel kommunikál, azt mondhatjuk. Aztán itt a térrel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy hát ugye Isten az ott van. Na, hát ő ugye egy alapvetés. És akkor azt mondjuk, hogy megjelenik egy ember. Látszik? Bala, az egy ember ott. És akkor az ember azt mondja, hogy itt van az Isten, hát építek egy templomot. Egy olyan háromhajós, körablakos keresztel a tetején, sikerült is, megépíti a templomot, és azt mondja, hogy hát ez a templom, ez most hirdesse Istennek a dicsőségét, de hogy szoktuk építeni? Isten dicsőségére építette XY. De hát ez így van. Én mindig mondom, hogy amikor kérdezik, hogy miért ekkora a templom, vagy mit egy ferencesek, amik ekkora egy templom, mondom, azért, mert az általában az uralkodói reprezentációnak a színhelye a templom építés. Legyen ez a püspök, legyen ez a földesúra, egy gróf, egy bárki, legyen az az állam, tehát hogy ez mindenképpen egy reprezentatív épület. Hát megépítem is, de azért azt mondom, hogy ez a templom, Isten és az én kapcsolatomat ezt tükrözi, és én jól érzem magamat benne. Kanter Károly ugye fölépített az örökimádás templomát, és annyira jól érezte magát benne, így írják, hogy rendszeres ott éjszakán nézett szentségimádat, odajárt, misézi, vagy minden, annyira tisztelve tartották, hogy mai napig is ott fekszik benne, már úgy meghalva, és de hogy ő jól érzi magát, szerencsére, akik azóta járnak oda, Beáta nevésőbb, azok is jól érzi magukat benne. De ez egy fontos dolog, hogy az ember, aki megépíti a templomot, az jól érzi magát benne. Itt jön egy másik ember, ez egy nőember, és azt mondja, hogy hát itt van ez a templom, de hát ezt nem tudom, miért építették így. Hát ez nem is logikus így, vagy nem tudom micsoda. Tehát fölmerül a kérdés, hogy vajon ez az én Isten hitemet fogja szolgálni? És ha nem szolgálja az én Isten hitemet, akkor én rossz vagyok? Ez egy izgalmas kérdés. Elmondjuk, hogy ugye Magyar Katolikus Egyház, miről vagyunk híresek? Most csak egyet mondom. Hát, hogy hideg van a templomokban, és akkor elmondják az emberek, hogy hát nem akarnak jönni a templomba, azért, mert olyan kicsit hideg van, hát most azért nem jönnek, mert hideg van. Hát én azt mondom, hogy ma a 21. században ahhoz, hogy én 6 fokban üljek egy órát, ez nem egy megszokott dolog, tehát hogyha ha távolsági buszon egy órát kéne mennem, és nem lenne fűtés, mondjuk ott se 6 fok lenne, és ez mag több lenne, de 6 fok lenne, akkor rögtön beírnánk a panaszkönyvbe mindenhol, hogy nincsen fűtés. És akkor csak egy dolgot mondok, nyilván ez most nem nyitnám ki ezt a vitát, hogy nyilván tudjuk, hogy ez csak is akarat kérdése, vagy priorizálás kérdése. Tehát hogy lehet, hogy nekem az a templom, az sötét, az nem tudom, ez egy teljesen jogos érzés, hogy esetleg nem tetszik az a jobboldali hölgynek, a baloldali úr épített 200 évvel korábban.
Tehát, és azt mondja, hogy kérdés az, hogy az Isten kapcsolatot szolgálja, és a másik kérdés az, hogy az egymással való kapcsolatot is szolgálja-e. Vagyis, hogy halott-e az a tér, alkalmas egyáltalán arra, hogy abban az ember, mint közösség megjelenjen. Tehát azt mondhatjuk, hogy kérdéses az, hogyha nem tetszik a templom, akkor az Isten kapcsolat automatikusan be kell attól indulnia egy templomtól valakinek az Isten kapcsolatának, hogy 100 éve valakinek még azt tetszett, vagy 150 éve, aki építette, az Isten dicsőségére építette. És ugye az a kérdés, hogyha ha pedig nagyon nem működik, akkor lehet, hogy kifejezetten az se segíti elő a tér, hogy egymással kapcsolatba kerüljünk. De hagyjuk a tereket, mert ők a legegyszerűbbek egyébként, sokkal izgalmasabb a Szent Mise, az eukarisztia találkozás a személyekkel. Visszatérnék érsek úr, amin elmondta, hogy ugye, hogy a pap Alter Christus, vagy valami ilyesmit mondott. Tehát, hogy ott Krisztus személyében ottan megjelenik. Nem ez ő az Isten, ő egy pap, hogy az Isten az ott van a fönt. És akkor, tehát hogy működünk az eukarisztiában? Van Isten, és akkor Isten az ő kegyelmével ezt a papot ezt eltölti, felszentelik, stb. Ettől aztán teljesen más létállapotba kerül, ontológiailag, hogy ezt tanuljuk teológiából, és ez bizonyos szempontból igaz is. És akkor hát így el is vannak. És azt gondolom, hogy nagyon fontos azt tudnunk mindezekben, amikről beszélünk, hogy ezekben a találkozási pontokból egy dolog a stabil és biztos, az Istennek az oldala. Hogy az Isten a kegyelmével eltölti ezt a papot, az üzen biztos. Hogy lesz ebből találkozás akár az ő részéről, hát ez egy kérdés. Mindjárt megkeresztelnek, Isten ott van a üdvösségre mindent adó kegyelmével, hát ott van. Hogy lesz ebből egy életszentség? Hát az nagyon-nagyon kérdés, egyáltalán jött a hittanórára a gyerek utána. Tehát, hogy látjuk azt, hogy az Isten az végig mindig ott van. Azonban ez a személy a találkozásokban arra is utal, hogy itt megjelenik mellette híveknek a sokasága, teljes nemi készlettel, nők és férfiak. És akkor az a kérdés itt, hogy igazából a pap az nem arra van, csak egyszer az Istennek a kegyelmét befogadja, jó esetben is azzal éljen jó esetben, hanem arra van, hogy egy találkozási pont legyen, azért van ott középen. Találkozási pont az eukarisztiában a papnak a személye. És akkor itt az a kérdés fog felmerülni, hogy vajon működik-e a találkozás a személy és a személy között, mert azt mondjuk, hogy ebben a rendszerben nagyon fontos, hogy a papnak a személye az üzemképes-e, az működőképes-e. Természetesen a kommunikáció mindig két oldalról áll, tehát hogy nyilvánvaló, hogy a pap azt mondjuk, hogy ugye van az elég jó anya, könyvek is vannak erről, az hogy tökéletes anya, az megfojtja a gyereket, elég jó anya, azt mondjuk, az egy elég jó papra gondoljunk, tehát hogy tökéletes van, hogy elég jó, tehát üzembiztos, tehát hogy megtartja a miséket, a prédikációt lehet érteni, aki bejön az irodába, azt nem kergeti el, nem rogyik rá a templom, de ugyanakkor nem is az anyagiasságáról híres. Tehát, hogy egy ilyen elég jó pap, úgy mindenki talál benne hibát, de mindenki talál benne használható részt is. Ez egy elég jó pap. És akkor azért, mert nyilván mi papok is azért tudunk sztorikat hívekről, egész közösségekről, ahol nem volt ez meg. De hogy működik-e a kapcsolat, mert azt mondjuk, hogy az Istennek a kegyelme mind ott van a papban, akkor hát azért csak érdemes lenne valahogyan fogást találni rajta, hogy kijöjjön belőle ez a kegyelem, vagy hogy hozzáférhetővé váljék, inkább így mondanám, hozzáférhetővé váljék ez a kegyelem. És hogy ez egy izgalmas kérdés. Azonban azt kell mondanom, hogy itt tulajdonképpen, ha belegondolunk szentségileg, a találkozási pont nem így működik egyébként. A szolgálati papság, az azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen a pap, hogy egy modern kifejezéssel éljek, facilitálja az Istennel való találkozást. Az egyház által üzembiztos eszközöket nyújt számára, keresztség, eukarisztia, bűnbocsánat, ismerjük őket,
ezáltal elősegíti azt, hogy azok az emberek, akiket Istenhez akarnak menni, oda kerüljenek, oda jussanak, vagy ez a kapcsolatnak meglegyenek azok az útjai, megvannak. De tudjuk, hogy igazából Isten mindenki tud üdvözülni a papok nélkül is, kereszténység nélkül is. Csak sokkal, azt gondoljuk, hogy sokkal nehezebb azért lett Isten emberré, mert nekünk sokkal könnyebb úgy, hogy ismerjük a názareti Jézust, aki Isten fia és megváltó, és tudjuk az ő tanítását, és láttuk az ő gyógyításait, és az értünk adta az életét. Tehát nekünk sokkal könnyebb Krisztus által az atyához a szabad utat megtalálnunk. De hogy alapvetően, ha azt gondoljuk, és a második Vatikáni Zsenet erről beszél, hogy az általános papságnál fogva, a keresztségünktől fogva minnyáján alkalmasak vagyunk az üdvösségre, sőt az üdvösség jó hírének a továbbadására, és akkor azt mondjuk, hogy igazából az, hogy az Isten kapcsolatunk az működik-e, az nem azon múlik, még a szentmisében sem, hogy a pappal minden szempontból megegyezünk-e. Mi kell ahhoz, hogy... És akkor most a pap helyébe egyébként nyugodtan berakhatjuk saját magunkat is, már akik nem papok. Tehát, hogy a katekéta, hát az nagyon fontos ember. Ugyanúgy azt gondolom, hogy a katekéta is az általános papságá túl a szolgálati papságban is részesül. Ez jogi kérdés, tehát ugye, hogy azt mondja az egyházjog, hogy az egyház a sajátos küldetések az ellátására megbízhat az alapvetően szolgálati papságba tartozó feladatokkal, és ott hozza elsőnek ugye a katekézist. Azért kapunk, vagy nem tudom, itt minden évben kapunk misszió kanonikát, mert a püspök különösen a szolgálati papságnak ebben a részében megbíz bennünket, hogy ezt tegyük meg. Liturgikus egyházi munkatársakat képzek, liturgikus munkatársra, és mindig elmondom, hogy azért kapnak a püspöktől erre külön igazolványt és megbízást, mert itt nem az általános papságoknál fogva szolgálnak, mint ahogy a gyerekeik mellett szolgálnak, vagy a munkájukon tanúságot tesznek, hanem a püspök megszentelő feladatában se lesznek segítők azzal, amikor az eukarisztiát rendkívüli kiszolgáltatóként elviszik, odaadják, stb. És hogy ezért fontos tudnunk azt, tehát, hogy ha behelyettesítjük, akkor az a fontos, hogy mi az, amitől működik egy kapcsolat, nyilván az attól, hogy valaki igaz ember. Az igaz, itt biblikusan rengeteg sokat beszéltünk arról, hogy a Ószövetség mi az igazság, hogy valami azt mondhatjuk, hogy átmegy rajta az üzenet, mert azonos önmagával, és képes befogadni és továbbadni úgy, hogy közben nem torzítja el a maga lelki bajaival, és lelki és morális és neféle bajaival nem torzítja az üzenetet. Igaz emberség, szoktuk ezt hitelességnek is mondani. Másik a kompetensség, kompetencia. Én tanítok homiletikát is, és hogy általában nem az a baj, nem az a különbség a növendékek között, hogy vannak, akik hisznek Isten, mások nem hisznek, hanem vannak, akik ezt el tudják mondani, van, akik nem tudják elmondani. Az eleinte, de aztán a végén mindenki el tudja mondani, mert remek tanítványaim vannak, de és nyilván nem hallottunk még rossz prédikációt, de hogy a kompetencia az olyan, hogy az nagyon fontos hozzá, hogy képes legyek tanítani, képes legyek úgy misézni, hogy az hallatszik, meg látszik, úgy prédikálni, hogy annak van eleje, meg vége, és közben meg még valami át is ment rajta. Tehát, hogy nagyon fontos dolog ez a kompetencia. Én ezért vagyok ilyen, miként én tanáros voltam mindig is világéletem, hogy ilyen képzéshívő vagyok, hogy hát ha megtanítjuk az embereket arra, amit kell csinálni, akkor attól egyéről jobban is érzik magukat, másrészt hatékonyabb lesz a munkájuk. Aztán a kompetenciának egy része, tehát a szakmai tudás, értsek ahhoz, amit csinálok, meg az is, amit továbbadok, nyilván azt jól ismerjem. Itt az a helyzet, hogy néha ilyen liturgikus témában, akkor beszélek rá előadás, még papokat is sikerülni, ha meglepnem, hogy mennyi minden van a liturgiában, amit rá elfelejtettük. Tehát ez fontos, a szakmai tudás karbantartása, az emberismeret. Hiszen arról beszélünk, hogy kommunikáció történik a személyben. A személyben akkor tudok kommunikálni másik személlyel, ha el tudom képzelni, hogy miért működik úgy. Sose bírom, amikor a segítő foglalkozású emberek, és itt legyen szó tanárról, papról, bárkiről, azt beszéljük, hogy hát
hát nem is érti, hogy miért ilyen furcsa a gyerek, miért ilyen furcsa a hívő. Hát a baj, ha nem érti, hát ez a foglalkozásunk, hogy értsük, nekünk kell érteni azt, hogy miért ilyen, és nem azon sápítozni, miért ilyen. Emberismeret fontos ebben a találkozásban. És még egy dolog, amit a találkozáskor az akaratként mondtam, akarunk-e találkozni, ezt úgy foglalnám össze egy ilyen teológiai, egyéb szakszóval, hogy az ember szeretet. Hogy hiába tudom, hogy milyenek az emberek, ha utálom őket. Ugye, mint Berzsián költő, aki szakít az emberiséggel, mert tudja, hogy az emberiség rossz, borvizező és nem tudom milyen, és hogy akkor ezért szakít az emberisége. Nem csak, hogy ismerik az embert, hanem szeretni is kell, akkor fog tudni elkezdeni működni a kompetencia. Ugyanakkor fontos, hogy a szakmai tudás az ember szeretettel nem szabad kijátszani. Tehát, hogy azért, mert szeretem az embereket, attól még nem lehet rosszul prédikálni. Tehát lehet, csak nem jó. Tehát, ha a szemét azt mondjuk, itt van az Isten és a pap, akit a katekétával is behelyettesítetek, hogyha ha továbbadásról van szó, és azt hiszem, hogy mindnyájunkat ugyanaz a Szentlélek itatott át, legyünk bárkik, akkor azt mondjuk, hogy ebből a kompetenciából, ebből a mindenből megszületik az, hogy például tiszteljük egymást, mert ismerem és tudom, hogy mi van benned, tisztellek, és a tisztelet megint hozzásegít a találkozáshoz. Aztán azt is mondhatom, hogy szót értünk egymással. Itt a kifejezéseket, hogy melyiket a férfi és a nő oldalra raktam, semmi közel nincsen hozzá, csak tehát ez teljesen itt csak, ez mind ugyanoda tartozik. Tehát, hogy szót értünk egymással, milyen jó az, amikor beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy jó volt, hogy értett, láttam, hogy sokszor csak hallgatok, azt mondjuk, atya, örülök, hogy láttam, hogy értett, hogy miről beszélek. Szót értünk egymással, és már is működik a kommunikáció. Aztán a két személy között létre tud jönni a kompetens szolgálat, ami azt jelenti, hogy abban szolgállak, ahol, amiben éppen vagy. Ugye? Tehát, hogyha valaki beteg, akkor abban szolgálom, valaki szomorú, akkor azt felvidítom, és a kettővel nem tudjuk nagyon összekeverni. Aki éhes, annak hiába adok gyógyszert, mert nem gyógyszert szeretne, hanem valami élelmet. Aki beteg, annak hiába adok még egy adag hurkát, mert nem azt szeretné enni. Tehát a szolgálatnak nagyon fontos része, hogy benne van a tisztelem a másikat, nem lekezelem, hanem ahol van, ott tudom segíteni. A gyereket abban, amikor gyerek, hogy abban, a tudatlant abban, hogy tudásos segítem, nagyon sokan nem tudásért jönnek az egyházhoz, hanem azért, hogy Istenről halljanak, vagy hogy megtapasztalják azt egy közösségben például, hogy milyen együtt szolgálat. Aztán az ige hirdetés megint meg tud jelenni, hogy tudunk egymással beszélni, vagy tudunk egymásnak adni valamit. A szót értünkre épül kicsit rá az ige hirdetés. Ha értjük egymást, hogy mi van bennünk, akkor tudunk egymásnak mondani értelmeset. Aztán az ima közösség. Egy közösség, aki együtt imádkozik, az már is jobban érti egymást, jobban tud szolgálni egymásnak, megteremtődik az a találkozás ebben, és a liturgia, mint tovább mindennek a csúcsa, vagy összefoglalója, inkább azt mondanám, ahol az istentisztelet, az ember szeretet, a közösség, az értjük egymást, az igehirdetés, mind-mind megjelenik. Röpül az időnk, és még ígértem azt, hogy a szövegekről is beszéljük, mert találkozási pontokban a személyeket ugye most jól kiveséztük, a terekben is otthon vagyunk, és harmadik pedig az, hogy találkozunk szövegekben, vagy szövegekkel. És a Szentmisében ők is fontosak, a szövegek. De a szövegek is olyanok, amikkel azért gondunk van, vagy gondunk lehet. Egyrészt, amit magam is úgy rádöbbentem, hogy most itt készültem, hogy az Isten, tulajdonképpen a Isten az néma. Hogy az Ószövetség nagyon ritkán szól valamit. Újszövetségben Jézusban szól, és 2000 éve Isten nem beszél. Nincs olyan, hogy most akkor bekapcsoljuk és magnóról meghallgatjuk Istent, vagy éppen most akkor ott most fog valamit mondani. Természetesen mindig vannak idegrendszerileg és vallásilag nagyon érzékenyek, akiknek mindenféle hallomásaik vannak, vagy nem tudom, hogy hívják ezt pontosan. Tehát, hogy hallanak különböző szózatokat, de alapvetően az egyetemes kinyilatkoztatás szintjén Isten néma, de hogy ez nagyon fontos része ennek a párbeszédnek, és hogy Isten teret ad nekünk ezzel,
ahogy hogy mi tudjunk beszélni, és már is tanulunk Istentől, hogy Isten hallgat, és a kommunikációnak, a szöveges kommunikációnak nagyon fontos része ez a hallgatás. Akár a közös csönd, akár az egyik oldalról való csönd, ami kinyitja a teret a másik beszédének. És gondoljunk bele abba, hogy Isten mennyire fontosnak tart bennünket, hogy figyel ránk, és csöndben van, pedig bármit tudna. És ebben a csöndben, ez már egy fölértékelt csönd, az Isten jelenlétével fölértékelt csönd, itt jelentőségteljes szövegeknek kell elhangozniuk. És ezek a jelentőségteljes szövegek lesznek, azok a liturgikus szövegek, amik elhangzanak. És mi a latin liturgiában, latin ritusú római katolikusok, mi azért alapvetően szerencsések vagyunk, hogy ilyen kevés szöveg van a liturgiában. Ha nagyon hideg van a templom, akkor soknak tűnik, de alapvetően elmegyünk egy keleti szertartásra, ott aztán folyik a szó nagyon-nagyon hosszan. A liturgiában elmegyünk protestáns, és egyszerűen a prédikációnak nincsen vége, tehát hogy mi egy ilyen nagyon szerencsés középutas józan liturgiánk van, ahol kevés, nagyon megformált szóval állunk oda Isten elé. De éppen ezért, mivel kevés és nagyon jól megformált szóról van szó, ezek a kevés jól megformált szavak, ezek képesek arra, hogy egy picit elavuljanak, vagy nem pontosan értjük meg, mint egy olyan szépen megfaragott kő, ott van valahol, de már nem tudjuk, hogy pontosan az miért lett úgy megfaragva és pontosan odatéve. Egy speciális eszköz, ami nagyon jó valamire, de azért nagyon meg kell tanulni, mire jó egy nagyon speciális eszköz. Ugye egy faék az nagyon egyszerű, és mindenki tudja, mire kell használni, vagy kézbe veszem, és tudom, hogy mit csináljak vele. Azért egy számítógép már olyan bonyolultabb lélek, tehát azért már jobban neki kell veselkedni, vagy egy tévé, vagy valami, tehát már kicsit bonyolultabb. Éppen ezért nagyon fontos a fordítás, hogy jól le tudjuk-e fordítani. És itt most nem a latinról magyarra fordításra gondolok, mert nyilván ez is egy izgalmas feladat volt a II. Vatikáni zsinat után, hogy lefordítsuk a liturgiának a szövegét latinról magyarra. Vagy népnyelvre, ugye így mondjuk, mert nem mindenki magyarra fordította. És hogy ez akkor ugye találkoztak azzal, hogy mennyire nehéz ezt a... Emlékszünk teológiai tanulmányunkból, hogy az első ilyen nagy erőlködésnek az eredet mondája, hogy a Septuagintához fűződik, hogy hogyan fordítsuk le a héber szentírását, hát Isten nyilván héberül beszélt mindig is, mégis hogy lehet görögre lefordítani, mindig mondja, a liturgia szót is ennek köszönhetjük, mert hogy egy ilyen szabad szót kerestek, ami még nincsen elhasználva mindenféle más olyan konnotációval, ami a pogány kultuszokra utal. Zsinat után is próbáltak megkeresni, hogy hogyan is lehetne úgy lefordítani, hogy valahogy jelentsen valamit az, amit felolvasunk magyarul. Ugye nagyon sok olyan liturgikus szövegünk van, ami nem jelent semmit. Én voltam kántor is, és hát kántorként ugye mire jók a papnak a liturgikus szövegei? Hát a végszavaznak nekem. Tehát ülök fontos, és köszönjük által amen, és akkor tudjuk, hogy most akkor jön a... És vég nélkül mondjuk, és nyomjuk a szent vagyot. Tehát, hogy néha kicsit a híveket is úgy érzem, hogy egy bármit mondhatnék így a könyörgésbe, csak mondjam a végén, hogy Krisztus a mi Urunk által, ugye. Nyilván mindenki ismeri ezt a viccet, amikor a mise előtt kér a pap, és belemondja, hogy valami baj van a mikrofonnal, és a telek. Mert hogy mindegy, azt valaki mondta, hogy egyetemes könyörgésekben, hogyha atomháború mi hamarabb kiktörésért imádkoznánk rám, hogy ez arra figyelmeztet. Mondhatjuk erre azt is, hogy hát akkor nekünk, hát akkor dobjuk el liturgikus szövegeket, és akkor írjunk egy misét, hogy Istenünk, Atyánk, itt vagyunk, megfüljük egymás kezét, és Te megszeretsz minket, amen. De hogy az a tapasztalat, lett egy ilyen csomó ilyen liturgikus szöveg, eukarisztikus imákat írtak egy csomót, abból pár bekerült a misekönyvbe, Benedek pápa kicsit próbált őket kihagyni, csak nem futott át, de hogy írjunk teljesen új liturgikus szövegeket, persze írtunk azért újakat, de hogy nem biztos, hogy a liturgikus szöveg is olyan, mint egy templom, hogy akkor rögtön mindent kidobunk, amit nem értünk, hanem lehet, hogy érdemes lenne ránézni arra, ami ott van, hogy hát, ha abban is létre tud jönni a találkozás. Aki tanult nála a liturgikát, az ilyen buktató kérdés volt mindig, hogy a két epiklézis az eukarisztikus imádságban, most nem kérdezem ki, hanem elmondom, hogy
Ugye az első epiklézisen nagyon tisztában vagyunk, kenyér, bor, pap keze, legyen testévé, vérvéré, Szentlélek leszáll, és átlényegíti a kenyeret és a bort. És minden eukarisztikus imádságban ott van a második epiklézis. Itt hoztam a közepét, tipikusan senki nem tudja, hogy ez van ilyen a misében, az eukarisztikus imádságnak, amikor már csöngettek, utána, és mielőtt még fel kell állni a kettő között, hát az a szíve a misének, az a szíve a misének, tehát hogy néha mondják, hogy orgonáljon el alatt a kántor, mondom, hát nem ragaszkodnék hozzá, mert viszonylag fontos része ez itt a misének, tehát hogy nagyon fontos, itt a legintimebb, megint visszamegyek, a legintimebb szövegek hangzanak el, a legintimebb helyzetben Isten ott fekszik, kenyér és bor színében, teljes lényegi valóságában az oltáron, a korporálén, és ott van az egész közösség, és még mielőtt magunkhoz vesszük, és véget érne ez a csoda, még ott elmondjuk a legfontosabb dolgainkat, és ott azért imádkozunk többek között, itt a hármas részben, miután rátekintettünk, fölismertük, azt mondjuk, hogy add meg, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, a pap miként tekint rá, mi, akik itt összetalálkoztunk ezen a szent helyen, mi, ami szent és kevésbé szent személyeinkbe, Szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. A találkozás az eukarisztiakra ebben a szövegben azt kéri, hogy a Szent Lélek lényegítsen át bennünket, kis individuumokat, és tegyen egyé bennünk, hogy egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. A célja az eukarisztiának nem az, hogy egy picit könnyebb legyen vinni a napnak a terhét, természetesen Istennel könnyebb, de nem ez a cél, hogy egy picit jobb legyen, Istennek az a cél, hogy nagyon jó legyen. Nem az a cél, hogy egy picikét legyünk jobbak, mint tegnap voltunk, hanem hogy egy test és egy lélek legyünk Krisztusban, miután eltöltött bennünket a Szent Lélek. Éppen ezért, tehát itt, igen, úgy foglalnám össze a hivatásunkat, küldetésünket, a papét és a katekétát egyaránt, hogy egyrészt idegenvezető, aki azokra a helyekre, akár a liturgia, akár az ama személyek között, mint a pap, vagy püspök, vagy egyéb diákjaink számára érdekes emberek, idegenvezetőként el tudja mondani, hogy mikor és hogyan, de azt is, hogy miért ilyen, és hogy működött ez valaha, és megtaláljuk, hogy működhet ma. Másrészt pedig a pap is és a katekéta is tolmács, aki képes elmondani azt a másiknak a nyelvén, a fogadónak a nyelvén, amit az, aki közlő akar mondani, és ami fontos számára. Tolmács, aki megtalálja azokat a szavakat, megtalálja azokat a gesztusokat, amiket esetleg nincsenek benne, mert nagyon régen épült, mert nagyon régen íródott a szöveg, de mégis benne van, mert a lényegileg benne van, és egy jó tolmács kell hozzá, aki a ma gyerekének, a ma emberének ezt el tudja mondani. Hát legyen ilyen találkozási pontunk, minden szentmise, és ehhez kívánok kompetenciát és szeretetet. Köszönöm szépen!